Mivel készültünk most a Sopron ellen? Mi az, amivel tudtuk magunkat tartani ilyen jól az első fél időben, és aztán mi történt a harmadik negyedben? Szerintem ezt kell mondanom, hogy nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy nem vagyunk kompletten, ma mutattunk karakter, nagyon jól játszottunk, nagyon jól meccs játszottunk, és nagyon jó csapat ellen. Szerintem dobni tudod mennyi, 44 pont első fél időben egy olyan csapatnak, ez ritkán van, Euroligában ritkán dobnak nekik annyi. De más oldalon Sopron is nagyon jó dob a formát hozott ki magából mai meccsen. Teljesen más, mint utolsó két meccs Miskolc és Girona ellen. Sok dologban tudunk tanulni ebből a meccsből, úgyis azt jelenti, reálisan kell néznünk, tudod, nem vagyunk kompletek, két külföldi, két fontos játékos nélkül játszunk. Akkor lettek volna biztos kicsit más lett lehetőségek, nekem nem biztos, hogy más jobban játszunk, de más lehetőségek lennek, úgy nehéz volt rotálni, nehéz volt találni ezeket a kapcsolatok. Harmadik negyedben szerintem Sopron kemény, még keményebb, még agresszívban. Nem jól használtunk ezt, hogy January sokszor Gerrelben Liviet védekezte rajta. És ott voltak kontaktok, most ez volt faulok, nem voltak faulok. Másik oldalon Sara Krenic ott Vargaliszt védte, amit ugyanolyan jobban kell kihasználni. És valahol mitkor Sopron ott kicsit élesebb, és jobban használta ez, agresszívabb volt nálunk. De kell dicsérni mindenképp csapat, kell emelni mindenképpen Vargalis. Ő volt talán ez a plusz, mert majdnem 100%-ban dobott minden helyzetből. Nekünk kell menni tovább. Kell, én remélem, hogy össze fogunk rakni csapat januártól, hogy lesznek új arcok is. Ha ezeket a kis séroltek talán, hogy kivek vissza fognak jönni, és megyünk tovább. Én szerintem kár, ha most kikoptunk, de nem is kell néznünk, nyertünk vagy kikoptunk, hanem milyen jeleket mutatunk, és nagyon elegedett vagyok úgy többségi. 30 perc, szerintem, majd ezt soha nem mondom, de 3-4 keresztül volt egy egál meccs. Tudod, ez most, hogy mi most nézünk ki, és Sopron, ez én szerintem nem kell szégyelni. Még egy kérdést enged meg, Ágin láttam, hogy azért hatalmas nagy teher volt, és én úgy gondolom, hogy fölnőtt a feladathoz. Nem volt igazából alternatíva, hogy ki irányítson, amikor neki muszáj volt pihenőt adni. Hát figyelj, én nagyon ritkán tartom játékosok 36 perc pályán, hogy kivek, most mai meccs olyan is volt, hogy tudod, erre a szintre ő, hogy kivek, persze próbáltunk Zállával mellé, de tudod, nem volt más. Akkor mondom, darabként. Ott cseréltek, tudod, Fegyver neki, January, tőző, brusztos, kemény játékosok. De én úgy alapul mondom, sok játékos mutatta ma jó jeleket. Például említenem Mányo Kirikát. Mai meccsen, hogy kell, ez a út. Hogy kell, és látszik, most már munka, most már kezdik jönni. Úgyhogy például őt nagyon pozitívan tartom, hogy ma játszott. De csapatként jól játszottunk, és amit legfontosabb, például szurkolok, és nagyon újra teli volt a csarnok, újra rangad a hangolat. Én szerintem, ha ez tovább fog menni, kell játékosok, ha lesz egy-kettő új játékos, én szerintem jók leszünk. A két sérültünk, mikor csatlakozhat újra a csapathoz? Nikolina Milicsnak december végén lesz egy kontroll röntgen, amit szerintem sok dolog fog mutatni, és ott már fog levenni a csizmát, mert neki van egy rögzítés csizma, amit mit gipszkó mondom, és mikor ez leviszi és kezdik terhelni a láb, fog kiderülni, hogy ez nem fáj, hogy milyen irányban megyünk tovább. Dana Evans, ez tudod úgy, nem is szeretném semmi mondani, elég úgy tudod, érkezett hozzá, és most legfontosabb meccsikét nem játszik, amit nekünk ebben az időszakban volt, azt jelenti, cseréltünk Leslie Vorpál vele, és egy, aki tudta játszani, cseréltünk egy olyan, aki most úgy nem tud játszani, nem tudom igazán, mikor, ez egy kronikus gyulladásnak, azért neve kronikus, nem akut, mert ez ki tudja mit, hogyan. Úgyhogy róla is kell újjunk beszélni, mit, hogyan.
Igazán én azt gondolom, hogy abszolút dicséretet érdemeltek, mert nagyon nagyot küzdöttetek. Főleg az első fél időben ezt nagyon jól sikerült is tartani a Sopront. Mivel készültetek? Mi az, amivel sikerült így megfogni őket az első fél időben? Igazából ugye az elmúlt időszakban kicsit próbálunk jobban magunkra fókuszálni, mert szerintem sokszor az volt, ilyen önbizalom hiány volt a pályán, és az miatt volt, hogy ugye nem dobtunk be annyit, és talán most ugye kevesebbet edzettünk, és rámentünk, hogy frissebbek legyünk, és sokat dobtunk edzésen, tehát próbáltuk így mindenkit fejben, hogy ott legyen majd a meccsen, és igazából nagyon jól kezdtük a mérkőzést, de ugye a Sopron is szerintem nagyon jól kezdte, már ott látszott, hogy zónával próbálkoztunk, elég jól betaláltak, de mi is tudtuk velük tartani, tényleg nagyon szép támadásaink voltak, és mindenki felvállalta a dobásokat, amik belőle kialakultak, úgyhogy a harmadik negyed volt az, ahol egy kicsit úgy megcsúsztunk, és nagyon sok pontot kaptunk, 25-öt, és mellette nagyon keveset dobtunk, és az volt a baj, hogy ugye nem is jöttünk így lendületbe, mert sok volt az eladott labdánk is, tehát el se jutottunk dobásig, úgyhogy, és a negyedik negyedben viszont megint úgy érzem, hogy felé lettünk, azt meg is nyertük, úgyhogy azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, most látom azt a csapaton, hogy egy kicsit úgy megvagyunk, és mindenki érzi magába azt az emberességet, és hogy már itt van, már közelítünk, ugye itt van a szezon közepe, úgyhogy nem fér bele a rossz játék, mert ugye eléggé hullámzó volt eddig a teljesítményünk, és inkább szinten alul teljesítettünk. Úgyhogy most szerintem jó úton vagyunk, ez kell, háromnegyedik helyel közel jól tudtuk csinálni, egy negyed volt, ami nagyon rossz volt, úgyhogy ez kell az, hogy egész meccsen kitartson. A Sopron extrán dobolt, sokszor kézről is, úgyhogy így ma nehéz volt ellenük, és úgy, hogy mekkora előnyt adtunk a harmadik negyedben, nagyon nehéz volt lett volna visszajönni, úgyhogy ez ugye nem is nagyon sikerült, de én így pozitívan nézem, és a pozitív dolgokat emelném ki, és úgy érzem most tényleg, hogy elindultunk jó úton, és így remélem megyünk felfelé, és tényleg majd úgy mehetünk a szünetre, majd karácsonyra, hogy az utolsó meccsen igen, és nagyon jó játékkal, önbizalommal telve, hogy szurkolók is ugye ma még többen jöttek el, mint tehát nagyon sokan kin voltak, nagyon szurkoltak nekünk, úgyhogy én örülök, szerintem ők is élvezték a meccset, úgyhogy próbálunk nekik, higgyék el, hogy próbálunk jól játszani, és mindent megteszünk mindig. Remélem, hogy az ő segítségükkel tényleg most kilábalunk, és egyre jobban fogunk játszani. Úgy látszik, hogy te is egyre jó formába lendülsz. Azért mondom ezt, mert nem is tudom, hogy mikor volt olyan mérkőzés utoljára, hogy 36 percet a pályán töltöttél a 40-ből. Mennyire viselt ez meg? Elég kemény védekezést is kaptál Fegyverneki Zsófitól. Igen, hát ugye most, hogy a Déna is lesérült, ugye kevesebben vagyunk, és próbálom meccsek előtt felkészítem magam, meg fel is készítem magamat fejbe, hogy kell játszak, és próbálom azokat a perceket hasznosan eltönteni, hogy minél többet tudjak segíteni a csapatnak. Úgyhogy én is éreztem, hogy eddig elég hullámzó volt a teljesítményem, nem igazán voltam, de most úgy érzem, hogy én is elkezdtem egy jó úton haladni, önbizalom, tehát van bennem önbizalom, tehát úgy érzem, hogy a védekezés az elég kemény volt, amit kaptam Zsófitól. Átszámítottam rá, mert és talán ez volt az, hogy nem tudtam a harmadik negyedben annyira jól szervezni, mert szerintem úgy tőlem indul minden, és nem volt jó ritmusunk, úgyhogy azt valamennyire az én hibámnak is érzem. Viszont úgy érzem, hogy nekem is ugye kellett idő így a műtét után, nagyon keveset ugye játszottam egész nyáron, úgyhogy de bízom magamban is, bízom a csapatban, bízom az elvégzett munkában, és úgy érzem, hogy így együtt, stábbal együtt jó úton haladunk, úgyhogy én bízom abban, hogy amire a második fele jön a szezonnak, a saját teljesítményem is nagyon jó lesz, hogy minél többet tudjak segíteni a csapatnak, és a csapat teljesítménye is.